Ezen túl ez a kis busz áll majd meg minden olyan ház előtt Szegiben, amely lakóinak valamilyen segítséget nyújt az önkormányzat. A szociális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében pályázott a települési önkormányzat a Magyar Falu program keretében meghirdetett kiírásokra. Ezen szerepelt sikeresen Szegi, és nyert 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást erre a kis buszra. Ez az önkormányzat számára nagyon nagy lehetőséget biztosít, mivel nekünk ez mindennapos használatban van, úgy a gyerekek, mint a felnőttek irányába, az idősek részére, minden korosztály igénybe veszi ennek az autónak a szolgáltatásait. Reggelente és délután hordjuk az óvodásokat Bodrog keresztúrba az óvodába, ugyanúgy az időseket szakrendelésre, háziorvosi rendelésre, a szociális gondozóknak a bevásárlásban segítséget nyújt. Tehát bármire, amire igény van az embereknek, azt próbáljuk ezzel az autóval kielégíteni. Nagyon sokan igénybe veszik, főleg azért, mert itt a közlekedéssel, főleg a busz közlekedéssel nagyobb probléma van, nem jár annyit a busz. Az idősek, akiknek a mozgásukban korlátozás van, nem tudnak felszállni például a vonatra, és ők inkább akkor ezt a szolgáltatást veszik igénybe. A polgármester hozzátette, ez a gépjármű alkalmas arra, hogy nehezen mozgó időseket, kerekesszékes embertársaikat is szállítani tudják. A térségben nem csak ennek az önkormányzat segítette a Magyar Falu program, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. A kis települések között az egyik legnépszerűbb pályázati program a Magyar Falvak programja, hiszen olyan kis léptékű pályázatokról van szó, ami egy kis önkormányzatnak nagyon-nagyon sokat jelent. Korábbi nagyobb pályázatokban nem fértek bele, mert a pályázati igényük olyan kis összeg volt, amivel sajnos nem tudtak sikerrel szerepelni. Éppen ezért a Magyar Falvak program erre is megoldást talált, hogy olyan témákat vett föl, olyan pályázati lehetőségeket, ami a kis önkormányzatoknak segítséget jelent azáltal, hogy egy elmaradt beruházásból, akár egy ajtó-ablakcsere, vagy a járdaépítés hibázik, hogy ezt ki tudják egészíteni. És a Magyar Falvak programban ugyan nem túl sok forrással, de az egyik legnépszerűbb a falubuszoknak a cseréje, hiszen ezek a hegyalján és a választókerületben lévő önkormányzatoknál a falubuszok nagyon elhasználódtak, és többnél már 500.000 kilométert futottak, és éppen ezért szükséges a cseréje. A kis busszal most elsősorban az étkeztetésben és az orvoshoz való eljutásban segítik a településen élőket.